Ma délelőtt megkezdődött a 11. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat. A fesztivál idei kiadását csak szigorú óvintézkedések mellett korlátozott számú résztvevővel tudják megszervezni, ráadásul az első napon az időjárás sem volt túl kedvező. Ennek ellenére nagy várakozás előzte meg a rendezvényt. Kézfertőtlenítés és az ingyenes előregisztrációhoz kötött jegyek felmutatása után kötelező maszkviselés mellett engedték be ma délelőtt az érdeklődőket Kolozsvár főterére felállított színpad elé, és a Bánfi palotában is ugyanezen előírások voltak érvényesek. Idén a szervezők több helyszínen várták az érdeklődőket, a szabályok betartása kötelező. A közönség leginkább az időjárásra panaszkodott. Örülünk, hogy vannak a kolozsvári magyar napunk, és jobban örülnénk, ha sütne is a nap hozzá, de reméljük, hogy holnap után napsütéses kolozsvári nap, magyar napok lesznek. Annak ellenére, hogy rövidített formában zajlanak idén a programok, a résztvevők annak is örültek, hogy legalább megtartják. Részben többet is kértem, több jegyet választottam, mint amennyire szükségünk van, úgyhogy megkérdeztem a szervezőket, hogy mi a teendő ebben az esetben. Azt mondták, hogy egyszerűen a fölösleget le kell adni az infopontnál a rendezvények előtt, és akkor valaki más fel tudja használni. A fellépők is nagy előszeretettel várták a magyar napokat, itt végre újra találkozhatnak közönségükkel. Én nagyon örvendek neki, hogy megtartják. Az esti operagálát fogom vezényelni, és nekünk ez kettős öröm, mert ugye hónapok óta nem tudtunk semmit játszani, és most erre lehetőség van szabadtéren, aránylag nagy közönséggel, úgyhogy ennek én nagyon örvendek, és azt remélem, hogy az idő is velünk tart majd. A kedvezőtlen időjárás miatt sincs lehetőség a kültéri rendezvényeket beltérire átszervezni. A szervezők azt ígérték, hogy a programokat csak nagyon szélsőséges időjárási körülmények között törlik.